20-nál is több napi rendi pontban kellett dönteniük a képviselőtestület tagjainak. Több napi rendi pontban személyi kérdésekben kellett döntésre jutni. Így 5 esztendőre kinevezte a gazdasági ellátó szervezet a város intézményének gazdasági felügyeletét ellátó szervezet vezetőjének Dani Beátát, valamint a tájkutató alapítvány élére Farkas István Gergőt, a Völcség Múzeum igazgatóját. Ez a gyakorlati tapasztalat egy önkormányzati alapítású alapítványnál, hogy a mindenkori intézmény vezető az célszerű, hogyha egy alapítványt vezet, hiszen akkor tud akár hatékonyabban, mint civil szervezet is együttműködni az intézménnyel, de arról is szót kell ejteni, hogy dr. Szőz Zoltán, aki eddig ezt az alapítványt vezette kuratóriumi elnökként, és magát az intézményt is több évtizeden keresztül, az ő munkáját is ezúton is megköszönjük. Módosította a testület vagyonrendeletét annak érdekében, hogy a volt kereskedelmi középiskola épületét hasznosíthassa. Az önkormányzat előtt volt lehetőség, hogy árverésre bocsátja az épületet, de akkor nem lett volna lehetőségük meghatározni a hasznosítás jellegét. Ezért döntöttek a pályázat kiírása mellett. Az elmúlt év szeptemberétől ugyan már nem volt tanítás ebben az épületben, hiszen a szakképzési centrum úgy döntött, hogy a másik önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a volt kettes iskolában összevonja a két intézmény egységét, és már tanítás ebben az épületben nem folyt. Ugyanakkor a jogi folyamatok egészen mostanáig húzottak, szerződések módosítása, a vagyonkezelő jog átadása, illetve annak törlése a szakképzési centrum részéről, az most van még a földhivatal előtti törlésen. Ezért most volt először lehetősége jogilag az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak arról döntenie, hogy egyáltalán mit is kezd a megüresedett ingatlannal. Ezért a lehető legkorábbi idő pontban ezt napirendre tűztem, és a háttérben már az előzetesekben volt olyan felkészülés erre a napirendre, hogy milyen hasznosítás lenne a legcélra vezetőbb, és itt igyekeztünk a városfejlesztési stratégiákkal is összhangban, az FFS-el, ITS-el összhangban olyan társasházépítési fejlesztés beruházást segíteni, amivel talán a Bonyhádra költöző fiatalokat tudnánk idecsábítani, hiszen a mai lakáspiacot mindenki ismeri a városban, albérletet is nagyon nehéz találni, ami van, az is nagyon magas áron, és új lakások pedig már nagyon régen nem épültek a városban. Nyilván az önkormányzatnak nem feltétlenül szerepe és feladata, hogy saját maga beruházzon, hanem ehhez piaci szereplőket keresünk. A vagyonrendeletünk értelmében akár árverésen bocsáthatjuk az ingatlanunkat, eladásra kínálhatjuk fel, de akkor nem tudom megszabni azt, illetve a testület, hogy milyen célt fog szolgálni majd új funkciójában az az ingatlan. Mi ezt az utat nem szerettük volna, hanem az a döntés született, hogy pályázatot adunk ki egy lakóparknak, illetve egy lakóháznak a megépítésére, ahol több lakás újulhat meg. A Majosi Sportegyesület labdarúgói sikerre vették az akadályokat, így magasabb osztályba kezdhetik meg a következő idényt. Az induláshoz azonban jelentős anyagi támogatásra van szükség. A képviselők még februárban úgy döntöttek, az a Bonyhádi Egyesület, amely magasabb osztályba lép, 10 millió forint támogatásba részesülhet. Ezt a döntést erősítette meg most a testület.